Túrmezei Erzsébet írta. Hangya a porban. Nézem a hangyát lenn a porban, s valaki a magasból engem néz. Nekem göröngy, hegy a hangyának, a magasságosnak parányi porszem az egész. S még én a hangyát észre sem veszem, nem fáj vesztesem, néha eltaposom lenn az úton, s nem is tudom. Addig ő, akinek hatalmát ezt a titkot fel sem fogja, parányi hangya értelem. Ó Istenem, én haszontalan kicsi hangyád, ki ugyan megérdemelné, ha eltaposnád, cserbehagynád, szívemet hozzád emelem. S téged áldalak most, ínségek sötét hegye alatt, hiszen néked porszem az egész. Nézem a hangyát lenn a porban, és szemed a magasból engem néz. Az Úr csodásan működik, de titka megmarad, mert tenger rejti lábnyomát, vagy szellő fúvallat. Ó, ne csüggedjetek is nép, ha felhő száll fölét. Ó, felhők feled süt a nap, és még tisztább az ég. Ó, ne gondold, hogy elhagyod, csak bízzad rá magad, mert biztos felhőgén túl majd mosolya fogad. A terve gyorsan végbe megy, imrügyet bont az ág. S mér bimbójában keserű, az édes, mint virág. Kihűtlen szívvel tévelyek, az nem láthatja őt, de megfejti az Úr magát a hívő szív előtt. Csodákra emlékezni jó. Határköveknél hittel megállni, határköveknél visszanézni, hálás szívvel múltat idézni, csodákra emlékezni jó. Meglátni, hogy minden utunkat hű és hatalmas kéz vezette, javunkra szolgált, minden tette. Csodákra emlékezni jó. Látni, hogy át viharon vészen hű mesterünk hogyan segített, éjekre fényt hogyan derített, csodákra emlékezni jó. Határköveknél hálát adni, és hallelujás köszönetben méregetni, mi mérhetetlen, csodákra emlékezni jó. Messzi évekre visszanézni, és számba venni ezer áldást, erőt, kegyelmet, megbocsátást, csodákra emlékezni jó. Hallelujás hálaadással leborulni egy határkőre, és elindulni hittel előre, amere hív az égi szó. Egek nagy királya, magasztalunk téged, térjen nevedre dicséret. Mulandó és gyarló életünk átjárja, végtelen kegyelmed árja. Jöjj, segíts, jóra incs, rólad zengjen nyelvünk, vigani.
kedvén elgúmolgatott hatalmát, mindenek felett uralmát. Hirdesse a csillag rám sugárzó fénye, mi csodás az Isten lénye. Nagy ég volt, nap és hold, kék ott fennen jártok, ti is őt áldjátok. Zengjen minden szívben boldog hála ének, a világ teremtőjének. Nagy kegyelmessége gondot visel rólunk, számon tartja minden dolgunk. Égben fenn, földön len, áldassék jósága, nagy irgalmassága. Az én mi atyánkom. Mikor a szíved már csordultik tele, mikor nem csönget rád soha senki se, mikor sötét felhő borul életedre, mikor kiket szeretsz, nem jutsz az eszükbe. Ó lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele! Nézz fel a magasba, reményteljesen, s fohászkodj, mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Mikor a magányod ijesztőn rád szakad, mikor kérdésedre választ a csend nem ad, mikor körülvesz a durva szók özöne, átkozódik a rossz, erre van Istene. Ó lélek, ne csüggedj, ne roppanj bele, nézz fel a magasba, és hittel rebegd, Uram, szenteltessék meg a te neved. Mikor mindenfelől forrong a nagyvilág, mikor elnyomásban szenved az igazság, mikor szabadul a pokol a földre, népek homlokára Káin bélyege van sütve. Ó lélek, ne csüggedj, ne törjél bele. Nézz fel a magasba, hol örök fény ragyog, s kérd, Uram, jöjjön el a te országod. Mikor beléd sajdul a rideg valóság, mikor életednek nem látod a hasznát, mikor magad kínlódsz, láztól gyötrődve, hisz bajban nincs barát, ki veled törődne. Ó lélek, ne csüggedj, ne keseredj bele, nézz fel a magasba, hajtsd meg homlokod, s mondd, Uram, legyen meg a te akaratod. Mikor a kisember fillérekben számol, mikor a drágaság az idegekben táncol, mikor a gazdag milliót költ, hogy éljen, s millió szegény a nincstől hal éhen. Ó lélek, ne csüggedj, ne roskadj bele, nézz fel a magasba, tedd össze két kezed, s kérd, Uram, add meg a napi kenyerünket. Mikor életedbe lassan belefáradsz, mikor hited gyöngül, sőt, ellene támadsz, mikor, hogy imádkozz, nincs kedved, sem erőd. Minden lázad benned, hogy tagadd meg őt. Ó lélek, ne csüggedj, ne egyezz bele, nézz fel a magasba, s hívd Istenedet, Uram, segíts, s bocsásd meg a vétkeimet. Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek, munkád elismerik, lakást is szereznek, mikor verítékig hajszoltad magad, később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak. Ó lélek, ne csüggedj, ne esz kétségbe, nézd fel a magasba, sírd el teremtődnek. Uram, megbocsátok az ellenem vétkezőknek. Mikor a nagyhatalmak a békét tárgyalják, mikor a béke sehol, csak egymást gyilkolják. Mikor népeket a vesztükbe hajtják, s kérded, miért tűröd ezt, Istenem, mi atyánk?
Ó lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele! Nézz fel a magasba, s könyörögve szólj! Lelkünket kikérte a rossz, támad, stombol. Uram, ments meg a kísértéstől, ments meg a gonosztól. Ámen. És akkor megszólal a mester, keményen, szelíden. Távozz, sátán, szűnj vihar, béke s csend legyen. Miért féltek kicsiny hitűek? Bízzatok, hisz én megígértem nektek. Pokoli hatalmak rajtatok erőt nem vesznek. Hűséges kis nyájam, én pásztorotok vagyok, s a végső időkig veletek maradok. Kedves testvérek, szeretném kérdezni, hogy ha össze kéne foglalni egy szóban, hogy miről is szól a mostani negyedévi szombatiskolai tanulmányunk, akkor mi lenne az? Teremtésről. Miről fogunk ebben a negyedévben gondolkodni? Az évnek az első negyedévében. A jó és a rossz küzdelméről. Jó és a rossz küzdelméről. Az egész ember élet, ha úgy tetszik, erről szól. Ha lekicsinyítjük a saját életünkre, akkor is, és hogyha egy nagyobb perspektívából visszalépve szemléljük az eseményeket, akkor is láthatjuk. Ez a föld, ez a jó és a rossz küzdelmének a harcát nyögi sokszor, és így mi is. És nem tudom, emlékeztek arra, hogy a 10 parancsolat hogyan kezdődik? Mi a 10 parancsolat felütése? Én az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről a szolgálatáltál. Ne legyenek neked idegen Isten, kérnelek, ne csinálj magadnak parancsolat. Köszönjük szépen. Tehát ugye úgy kezdődik, hogy én vagyok, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéből a szolgaságházába. Egyiptom ilyen értelemben egy metafora is az igében. Egyiptom a bűnből való szabadulás, tehát Egyiptomba való kijövetel a bűnből való szabadulási jelképe. És olvasunk arról is az Ószövetségben, hogy van egy olyan próféta, aki Krisztus előképe már itt. Ki ez a próféta? Prófétát támaszt az Isten, vagy az Úr, a te Istened, te közüled, a te atyád fejei közül, olyant, mint én, azt hallgassátok. Ki ez az előkép? Keresztelő János is. De ki az, aki sok szempontból mégis párhuzamba állítható korábbról, az Ószövetségből? Józsué? Nem, Mózes. Mózes. Mózes is több szempontból előkép, és előképül szolgálhat számunkra. És én most egyetlen egy szempontból szeretném, hogyha Mózes életét megvizsgálnánk. Ez pedig az, amit már részben említettem a szombatiskola alatt is, sátánnak a munkamódszereit nagyon jól meg lehet vizsgálni Mózes életét tanulmányozva. Hogyan próbál sátán az Isten ügyében, vagy az Isten ügye elé akadályokat gördíteni? Hogyan próbálja sátán tönkretenni mindazt, amit Isten felépíteni vágyik? Azért is tartom fontosnak, hogy erről gondolkodjunk együtt, mert sátánnak ugye jóval több előnye van hozzánk képest, évezetek óta tudja csiszolgatni az ő technikáit, és azért óriási kincs, vagy azért is óriási kincs számunkra a Szentírás, mert leleplezi sátánnak a csalásait. Nincsen nálam a teljesség, és nincs nálam a bölcsekköve sem. Annyit szeretnék megosztani veletek, hogy a Jóisten mire vezetett engem, mi az a 4 dolog, amit én felismertem, ahogy sátán munkálkodik. Vannak az ő munkájában egyértelműen leleplezhető tevékenységek, és vannak olyanok, amiket alattomosan végez. És szerintem mindannyiunknak vannak tapasztalatai erről. Abban bízom mégis, hogy ahogy együtt gondolkodunk erről a kérdésről, talán segítséget kaphatunk. Azért is fontos ez, mert ha látjuk, hogy ki az ellenségünk, ha tudjuk, hogy ő hogyan munkálkodik, akkor tudjuk a kegyelmet is igényelni nap, mint nap, abban, hogy tisztán láthassunk és megállhassunk sátán minden hamisságával és minden csalásával szemben. És ahogy megvizsgáljuk a különböző sátáni módszereket, szeretném mindig felvillantani Isten szabadítását, mert hát ez az evangélium, ez a jó hír számunkra, hogy sátán az lehet, hogy hatalmas. Lehet, hogy bölcsebb, okosabb, ügyesebb, mint mi.
De a gonoszság és a gyűlölet hatalmánál van egy hatalmasabb erő. Ez pedig a szeretet, az Isten szeretete és az Isten hatalma. És ez számunkra az evangélium, ezen a mai délelőtten is. Szeretném ilyen értelemben elkezdeni átgondolni ezt a kérdéskört, és Sátánnak alapvetően négy munkamódszerét gondolnánk át. Az egyik a legcsúnyább és legegyeteműbb módszer, amit a legtöbb ember lát a világban, elég csak bekapcsolni a televíziót, vagy kinézni az ablakon, vagy a saját életünket vizsgálni, ez az erőszak. Olvasunk arról, hogy Sátán olyan, mint az ordító oroszlán, szerte jár, keresvén, hogy kit nyeljen el. Ez egy elég egyértelműen megfogható kép, ugye? Nem szép kép. Sátán, mint egy ragadozó állat, ugye széttépi, tönkreteszi, elnyeli. Vagy elnyelni kívánja az Isten gyermekeit. És hogyha nézzük ezt Mózes életében, hogyan valósult ez meg már egy kis csecsemőnél? Ugye volt egy sajátos születésszabályozás. Egyiptomban túl sokan vannak a zsidók, mondta a fáraó, és a fiú gyermekeket nem lehet megtartani. Ott rejtegette az édesanyja Mózest, aztán utána egy kis gyékénkosarat szurokkal bekent, és folyóra bocsátotta a gyermekét. Mit tehet egy kis csecsemő a gonoszság hatalmaságaival szemben? Egy gyékény kosárban. Mennyi esélye van a túlélésre? Nem sok, ugye? Halálra szánt. Ilyen értelemben előkép volt-e Mózes Jézussal kapcsolatosan? Igen. Volt-e hasonló történet ott is? Igen. Ugye megszületett ott is egy csecsemő, egy újszülött, a megváltó, Immanuel, és rögtön jön a halálra keresés. Ugye Heródes király rendelete, felkoncolnak csecsemőket, gyermekeket, tudunk-e mi mit tenni az erőszakkal szemben? Hogyha Sátán ellenünk támad, felszívhatjuk a magat, mondjuk azt, hogy akkor én erősebb leszek. Imádkozni. Nincsen más eszközünk sokszor, nem? Tehát a Sátán támad, és én azt gondolom, hogy tapasztaljuk ezt a gyilkos módszerét is, nem? Nap mint nap szembesülünk betegségekkel, nyomorúságokkal. Ti, akik, kedves testvéreim, most már nem egy-két éve jártok a Jóistennel, és többen elveszítettétek az életetek párját. Hát ezek nyomorúságok, nem? Vagy küszködtök betegségekkel, nehézségekkel. Igen. Tudjátok, milyen az, amikor Sátán támad? Jön a fájdalom. Gyötör. És jön ezzel kapcsolatban a csüggedés, nem? Igen. De meríthetünk erőt abból, ahogy Isten megmentette Mózest? A kis Mózest? Ahogy megmentette az Úr Jézus csecsemőként? Ő emberülő volt kezdettől fogva, de nem állott meg az igazságban. Ő, mint ordító oroszlán, szerteszélye jár, keresve, hogy kit nyeljen el. De Isten hatalma nagyobb. Nem erősebb. És bármilyen nyomorúsággal is kell szembenéznünk, testvérek, vagy kell szembenéznetek, ebbe kapaszkodhatunk, nem? Mi gyengék vagyunk, Sátán erősebb nálunk. De van, aki hatalmasabb. És nekünk nem magunkra kell nézni. Nem a saját elveszett állapotunkra. Nem arra, hogy hogyan próbál elnyelni minket Sátán, hanem arra Krisztusra kell feltekinteni, aki meggyőzte a halált. És ha itt nyomorúságunk is van, és nehézségünk, és esetleg előbb kell elmenni, vagy máshogy, mint ahogy mi megterveztük magunk számára, Istennél el van rejtve az életünk. És ez óriási bátorítás lehet, nem testvére? Ez Sátán egyik legtipikusabb munkamódszere. Nézzük egy másikat, egy másik típusú munkamódszert. Mózes életében ez is jól megvizsgálható. Amikor Isten elhívja Mózest, hogy menjen el és hívja ki a népet Egyiptomból, akkor nem tudom, emlékeztek arra, hogy mennyire volt lelkes ott Mózes. Hát nem nagyon. Nem tudok beszélni. Ott abban a párbeszédben ötször próbál el mondani Istennek, de Isten azért nem hagyja magát, és Mózesnek megad minden segítséget arra, hogy végül is át tudjon fordulni belül. De mi van akkor, amikor megpróbálunk az Isten oldalára állva vele összekapcsolódva, vagy reformot elindítani az életünkben? Voltál arra tapasztalatotok, testvérek, hogy szeretnétek a jót, eltökélitek magatokat? Nem tudom, hogy most így január elején, az új év elején
ki az, aki eltökélte magát valamire, hogy idén ezt és ezt másként fogom csinálni. Volt ilyen, volt bármi kötetnek ilyen elhatározása? Bárkinek. Már nem vagyunk ilyen elhatározósok ezek szerint. Lehet, hogy sokat csalódtunk. Vagy nem tartottunk nagy jelentőséget januárnak, mert az is csak egy hónap ugye a 12-ből. De van arra tapasztalatotok, testvérek, hogy szerettetek volna valamilyen reformot elindítani az életetekben? És rögtön jött a támadás? Jött az ellenségeskedés? Mert ez Sátának egy másik módszere. Amikor az Isten lelke szól hozzánk, megszólít minket, és mi átadjuk magunkat a jó Istennek, és összekapcsolódunk vele, akkor rögtön jön a sátáni ellentámadás. Én ezt úgy hívtam, hogy az elkeserítés munkája. Ha az erőszak nem vezet célra, akkor az elkeserítés sokszor működni szokott, nem? Elindulunk, megpróbáljuk. Ha valami jó indul, minden egyes reformnál látjuk sátánnak az ellentevékenységét. Nézzétek az egyház történelmet. Minden nagyobb megújulásnál ott volt rögtön egy ellentámadás. Minden reformációra jött egy ellenreformáció. Van erre szavunk is a magyarban. És nézzük meg mondjuk ezt Mózes életében csak egy történetben. Hozhatnék sokat, de nézzük meg csak egyet. Amikor Mózes végre enged Istennek, és elindul Egyiptomba, és odáll a fáraó elé, és elmondja, hogy Isten miért küldte őt. Gondolom úgy képzelte, hogy ha már beleteszem magam ebbe a történetbe, akkor Isten cselekedjen. És oda megyek, és kikérem a népet, a fáraó engedje ki, és menjünk Isten hírével, és minden megoldódik. Így történt? Nem. Mi történt, amikor Mózes kiállt a fáraó elé, és elmondta, hogy Isten miért küldte őt? Mi történt, testvérek? Emlékeztek? Nem engedi a népet. És? Nem csak nem engedte el a népet. Mondott ilyet is, hogy kicsoda az Isten. De történik még valami ott. Megnehezíti a munkát. Azt olvasom Mózes 2. könyv 5. fejezetében. A fáraó pedig mondta a 2. vers, kicsoda az Úr, hogy szavára hallgassak és elbocsássam az Izraelt. Nem ismerem az Urat, és nem is bocsátom el. 6. vers, parancsolta azért a fáraó azon a napon a nép sarcoltatóinak és felvigyázóinak mondván, ne adjatok többé polyvát a népnek a téglavetéshez, mint ennek előtte, hadd menjenek el ők maguk, és szedjenek maguknak polyvát. De a téglaszámát, amennyit ennek előtte csináltak, vessétek ki rájuk, azt le ne szállítsátok, mert lusták ők, és azért kiáltoznak mondván, menjünk el és áldozunk a mi Istenünknek. Nehezítessék meg a szolgálat ezeken az embereken, hogy azzal legyen dolguk, és ne hajtsanak hazug szóra. Tehát amikor ugye Mózes Isten ügyét képviselve odáll a fáraó elé, akkor nem dicsőséges szabadulást látunk rögtön, hanem azt látjuk, hogy nehézségek vannak. Mózes mondhatta volna azt, hogy hát én megpróbáltam Istenem, de hát még nagyobb nehézség van. Sőt, mit csinál erre Izrael? Mit csinál Izrael? 19. vers. Akkor látták Izrael fiainak felvigyázói, hogy bajban vannak, mivel azt kell mondaniuk, a téglaszámot le ne szállítsátok, napjában a napi munka meglegyen, és mikor kijöttek a fáraótól, szembe találkoztak Mózessel és Áronnal. És mondták nekik, lásson meg titeket az Úr, és ítéljen meg, kik rossz hírbe kevertedek minket a fáraó előtt és az ő szolgái előtt, fegyvert adván azok kezébe, hogy megöljenek minket. Mi történik itt? Hát még a nép is szembefordul velük. Nem is egyszer. Hát ez egy elég komoly elkeserítő munka, nem? Gondoljatok bele. Mózes nehezen áll rá arra, hogy elmenjen, végül beadja a derekát, elmegy, és ezt tapasztalja. A fáraó ellenük áll, a nép szinte fellázad ellenük, gyűlölködés, harag, neheztelés. Volt már veletek ilyen, testvérek? Hogy megpróbáltátok az Isten útját követni, hallgatni az ő szavára, és aztán jöttek a nehézségek. Jöttek az elkeserítő körülmények. Nem oldódik a betegség, a szomszédom ugyanolyan gonoszul viselkedik, a munkahelyemen nem lesz könnyebb a teherviselésem, a gyülekezetben a testvérek nem értenek meg, a politikai nyomás az erősebb.
Lehetne ilyen példákat mondani, hogy csak jön a nehézség? Lehetne. Mózes elcsüggethetett volna? Igen. És mit csinált? Tudjátok, mit csinált Mózes itt? Olvasom, ez nagyon szép. Gyakran így átlépünk ezen, de szerintem ez egy nagyon fontos helyzet volt. Egy forduló pont volt ebben a történetben, és úgy túllépünk rajta. De ezen fordul meg sokszor, és ez a mi harcunk. És visszament Mózes az Úrhoz, és mondta, Uram, miért engedsz rosszul benni ezzel a néppel? Miért küldtél el engem ide? Tehát azért vannak itt lázadó gondolatok, de hova megy vele? Megbeszélni az Úrhoz. Az Úrral perli le, ha úgy tetszik. Mert attól fogva, hogy bementem a fáraóhoz, hogy a te nevedben szóljak, rosszabbul bánik a néppel, megszabadítani pedig nem szabadítottad meg a te népedet. Az Úr pedig mondta Mózesnek, majd meglátod, mit cselekszem a fáraóval, mert hatalmas kéz miatt kell őket elbocsátani, és hatalmas kéz miatt űzi el őket az ő földjéről. Az Isten pedig szólt Mózeshez, és mondta neki, és itt az egyik legszebb bemutatkozása Istennek, én vagyok az Úr. Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak úgy jelentem meg, mint mindenható Isten. De az én Jehova nevemen nem voltam előttük ismeretes. Én mindenható vagyok, de az én Jehova, az én szabadító nevemet talán még nem ismerik eléggé. És én azért engedem meg a nehézségeket, hogy még jobban megdicsülhessen. És lehet testvérek, hogy mi is Isten mellett elszálljuk magunkat valamire, és jönnek a nagyobb nehézségek. De a nagyobb nehézségek után nagyobb lesz a szabadítás is. A legtöbbször. És lehet, hogy a szabadítás nem abban fog meglátszódni, hogy elmúlik a betegség, hogy az ellenségeskedés megszűnik, hanem hogy én megkapom azt a békességet, azt a hálát, azt az örömet, amit a világ nem tud adni. Az én békességemet adom nektek. Hallottuk Jézustól, vagy olvastuk Jézustól. Nem úgy adom, hogy a világ adja. És ne keseredjetek el. Sátán el akar csüggeszteni. Sátán vádol, akár az önvád útján is, ami jó szokott működni, akár másokon keresztül, itt Mózest is. De visszament Mózes az Úrhoz, és Isten azt mondta neki, hogy nyugalom Mózes, én a helyemen vagyok, én tudom, hogy mit miért teszek, és szeretném, hogyha megismernétek engem úgy is, mint Jehova. Nem csak úgy, mint mindenható Isten, úgy is, mint szabadító Isten. Mert szükségetek van arra, hogy így is megismerjetek engem még jobban, még mélyebben. És aztán jönnek szépen a csapások. Jönnek azok a tapasztalatok, amik olyan szinten megérintettek embereket és emberi szíveket, hogy amikor jó pár évtizeddel később találkoznak a kémek a Jerikónál. Kivel is találkoznak ott? Egy asszonynál. Hogy hívják azt az asszonyt? Ráhábbal, igen. Ráhab. Így van. Akkor Ráhab azt mondja, hogy hallottuk, hogy mi történt. És ami szívünk megolvadt. Pedig eltelt ugye minimum 40 év. De olyan csodákat tett Isten, úgy meg tudod dicsőülni, hogy Isten neve, az félelmet keltett emberekben. És az Isten tisztelete erősödött. De amikor benne vagyunk egy nehézségben, és jönnek az elkeserítő körülmények, akkor gyakran nem így látunk. Át tudjuk magunkat adni a csüggedésnek. Át tudjuk magunkat adni annak, hogy nézzük a problémákat. És van egy mondat, én felírtam, mert nagyon tetszik, ezt nem feltétlenül egy mélyen hívő ember mondta, Henry Ford, a híres Ford T-modell megalkotója mondta, hogy az akadály az az ijesztő dolog, ami akkor tűnik elénk, amikor leveszük tekintetünket a célról. Hogy az Úrról. Így van. Igen. Akadályok mindig lesznek. És az akadályok, ha csak az akadályokat nézzük önmagukat, akkor óriásinak tűnhetnek. De megint csak azt mondhatjuk, hogy ez van hatalmasabb, mint az akadály. Maga a Teremtő Isten. És a hétköznapban nagyon sok ilyen nehézség lehet. Anyagi problémák, családi feszültségek, egészség, és sorolhatnám, hogy hány és hány ilyen nehézséget támaszt Sátán. De ilyenkor merítsünk hitet és reményt abból, hogy múlt is életúton is volt sok ilyen. Vagy felteszem a kérdést, próbálta Sátán Jézust is elkeseríteni? Igen. Számtalan úton és módon. A tanítványok hitetlensége, a saját családtagjainak az elutasítása, a farizeusok, a gonoszsága, igen, a vallásos társadalomnak az istentelenség, ez mind nap az ő lelkét rágta belülről. Meg akarták ölni. De ő nem a látodokra nézett,
Ha láttatok, ha nézett volna, akkor gondoljatok bele a legmélyebb lelki tusáiban, hány embert látott maga körül Jézus? A legmélyebb tusájában a Getsemáné kertjében hány ember volt mellette? Senki. A nulla és az egy között? Senki. Senki. Senki nem maradt mellette. Elkeseredhetett volna el jogosan. Mondhatta volna azt, hogy hát nem éri meg ezekért az emberekért küzdeni. Így szenvedtem több mint 30 éven át. És mi az eredmény? Biztos, hogy Sátán kísértette ezzel. Biztos vagyok benne. De nem erre nézett. Hitben arra nézett, hogy van itt egy Péter, aki meg fog tagadni engem nem sokára. De az első prédikációjára majd 3000-en megtérnek. Micsoda különbség. Mi is mire nézünk? Azt a Pétert nézzük, aki esendő és káromkod bátkozódó megtagadja a mesterét, vagy azt, aki olyan eszköz Isten kezében, hogy annyian terepe, mint itt az egyház területen, ahányan összesen vagyunk a DET területén. Körülbelül 3000-en vagyunk itt. Tehát mire tekintünk ilyen, akkor mindig nagy a kérdés. A megváltó mindig hatalmasabb, mint Sátának az összes gonoszsága. De nézzük tovább, hogyha az erőszakkal nem ért célt Sátán, hogyha az elkeserítés nem működik, mint eszköz, akkor mi az, ami Sátának az egyik legjobban működő technikája? Nézzük meg, Mózes életében mi történik. Visszamegy Istenhez, Isten megerősíti abban, hogy jó, amit tesz, és kiáll még egyszer a fáraó elé. És ott, amikor kiáll másodszor, kikkel fog találkozni? Akik az Sátán kezében eszközök, és az igazságot... Hogy hívják ezt a két bölcset, ezt a két varázslót? Ezért érdemes olvasni a Bibliát egységében, mert az Új Szövetségből derül, úgy hívták őket, hogy Jannész és Jambrész. Hallottatok már ezt a két nevet? Jannész és Jambrész. Így hívják a két varázslót. Mit csinálnak ők? Ugyanaz. Képesek utánozni azt, amit Isten tesz? Részben képesek, nem? Igen. Hogy hívják ezt a képet a bibliai leírások? Sátán nem csak ordító oroszlán, hanem mi az ami az utánzó, ami az Istent majmoló tevékenységét legjobban bemutatja, mint kép, mint metafora? Ő nem csak oroszlán a Bibliában, hanem ő a világosság angyala. Ugye? A világosság angyalaként mutatja be önmagát. Aki képes olyan dolgokat megtenni, képes olyan dolgokat majmolni, utánozni, mint amit Isten tesz. Amikor Jézus megkérdezik a tanítványok, hogy milyen jel lesz a világ végének és az eljövetelének, akkor van egy dolog, ami háromszor is visszatér Jézus kijelentéseiben. Ez pedig az, hogy hamis tanítók, hamis proféták lesznek. Akik Isten nevében szólnak, Isten nevében cselekszenek, nagy jeleket és csodákat tesznek. Hogyha lehet, elhitessék még a választottakat is. Ha nem működik az erőszak, ha nem működik az elkeserítés, az egyik legjobb sátáni technika sajnos, az utánzás, a majmolás, a megtérés. Erről beszél egyébként Pál apostol is, a Timóteusi második levél 3. fejezetében. Jól ismeritek ezt a szakaszt is, én most csak egy verset olvasok belőle. Az utolsó időben csúfolódók támadnak. És mit mond ezekről a személyekről? Hogyan működnek ők? Kiknél megvan? De? De megtagadják annak erejét. És ezeket? Került. Van látszat, de nincs erő. És az erő az nem feltétlenül a csodákban nyilvánul meg, hanem a valódi lelki gyümölcsökben. És egyébként itt sorolja föl, ha valaki ezt a szakaszt megnézi, ezért érdemes úgy vizsgálni a Bibliát, hogy egészében nézzük. Olvasom tovább. 5. vers. Kiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét, és ezeket került. Mert ezek közül valók azok, akik betolakodnak a házakba, és foglyul ejtik a bűnökkel megterhelt és sokféle kívánságoktól megűzött asszonykákat, akik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak. Ez is elgondolkodható. Miképpen pedig Jannész és Jambrész ellene állottak Mózesnek, tehát itt tudjuk, hogy így hívták ezt a két kuruslót, aképpen ezek is ellene állanak az igazságnak. Megromlott elméjű, a hitre nézve nem becsületes emberek, de többre nem mennek. Mert ezt a rendségük nyilvánvaló lesz mindenek előtt, amiképpen Amazoké is az lett. A hitre nézve milyenek ezek az emberek?
Nem azt mondja, hogy hitetlenek, azt mondja, hogy nem becsületes a hitük. A hitük nem becsületes. Nem egyenes úton járnak, nem Istentől veszik, amit vesznek. És én azt gondolom, hogy ha így nézzük meg Sátánnak a mesterkedését, ő neki az egyik nyilvánvaló célja az lehet, hogy így vagy úgy, de elejtse minél többeket. És az egyik legjobb hazugsága micsoda Sátánnak? Nem azt mondja, hogy te ne higgyél Istenben, hanem mit mond? Azt mondja, hogy fogadd el Istent, meg szeressed őt. Csak kövesd úgy, hogy annak ne legyen ereje, annak ne legyen tartalma, annak ne legyen mélysége. Vedd fel a látszatot nyugodtan. Beszélj a kegyelemről. Járj a gyülekezetbe. Hidd el azt, hogy te adventista vagy, akkor a legjobb helyen vagy. Az a hajó, az bevisz téged az üdvösségre. Hisz az Isten hívta el. Ott a profitaság lelke. Ha már ott vagy, akkor minden rendben van. Nem tudom, hogy esetleg gondolkodtatok-e már így. Azért mégis nálunk van az igazság, nem? Ez néha bennünket is felfogadottá tud tenni. De vigyázzunk, azért kell vigyázni, mert Jannész és Jambész képesek voltak ugyanazt megtenni, mint Mózes. Részben. Amikor ők ledobták a botjukat, az is kígyóval változott? Igen. A vizet tudták vérré változtatni? Igen. Tudtak békákat előhozni? Igen. Igen. Az első két csapát és azelőtt a bemutatott jeleket le tudták másolni teljesen. Ez egy másik dolog, hogy például a Mózes kígyója megette az övékét. Hát ott is Isten bemutatta azt, hogy mi a hatalmasabb. De nagyon gyakran megfigyelhető, hogy Sátán úgy támad, hogy azt mondja, hogy legyél nyugodtan vallásos. Nyugtasd meg a lelkiismeretet, hogy te jó helyen vagy, és hogy veled minden rendben. De az egyik legveszélyesebb vallás szerintem a miénk, mert ezt tudja a legjobb elhitetni velünk az, hogy mi rendben vagyunk, mi jó helyen vagyunk. De a kegyességnek a látszata, a kegyesség ereje nélkül, az kevés. És itt kell önvizsgálatot gyakorolnunk, testvérek, mert azt gondolom, hogy Sátánnak itt vannak a rejtettebb támadásai. Azt, hogy ő erőszakos, azt könnyebben észreveszünk, nem? Azt, hogy ő elkeseríteni akar, és jönnek a nehézségek, az elkeserítő körülmények fennállnak, azt könnyebben észreveszünk. De az, hogy ő bennünket egy látszat vallásosságra akar rávenni, vagy arra, hogy legalább a keretek legyenek meg, és ha a keretek megvannak, akkor megnyugszunk, hogy hát én azért minden nap tanultam a szombatiskolát a héten, akkor én most már jó vagyok. Én eljöttem a gyülekezetbe, én becsületesen befizettem a tizedemet, én eljárok az előadásokra, én az evangelizációnál is kiosztottam X és Y szórólapot, én ott vagyok és teszem a dolgom, és aztán ezekből próbálunk magunknak valami ügyszerző bizonyosságot adni. De itt ugyanúgy az a feladatunk, hogy Krisztusra tekintsünk, aki nem látszólag akar minket keresztényíteni, hanem a szívünk mélyén, a szívünk szintjén átformálni bennünket, és valódi gyümölcsöket érlelni. És testvérek, az időnk az picit elhaladt, de van még egy negyedik konkrét dolog, amit szeretnék megosztani veletek, de még ezelőtt felolvasnék valamit egy McIntosh nevű szerző könyvéből, ami nekem sokat jelentett. A következőket írja a könyve 57. oldalán, a Mózes második könyve elmélkedéseihez. Azt láthatjuk, hogy a világban Isten bizonyságtételével szemben a legerősebb ellenállást azok fejtik ki, akiknél megvan ugyan a kegyesség látszata, ám annak lényegét megtagadják. Az ilyen emberek tudják ugyanazt tenni, ugyanazokat a formákat és szokásokat felvenni, ugyanazokat a nézeteket vallani, és tudnak ugyanúgy beszélni, mint mások. Ha az igazi keresztény Krisztus szeretetéről szorongatva az éhezőnek enni ad, a mezítelent felruházza, a beteget meglátogatja, a Szentírást terjeszti, szétosztogat könyveket, az evangéliumot hirdeti, imádkozik és dicsőítő énekeket énekel, ugyanezeket a névleges keresztény is meg tudja tenni. Az utolsó napokban az igazság ellen kifejtett ellenállásnak éppen a Jannész és Jambész féle szellem a különös jellegzetessége. Mennyire szükséges, hogy ezt világosan megértsük. Milyen fontos tudni, hogy ahogyan Jannész és Jambész ellene állott és szegült Mózesnek, úgy ezek is. A magukat szerető, a világot kereső és az élvezeteket hajhászó hitvallók ellenszegülnek az igazságnak. A kegyesség látszata nélkül nem akarnak élni, mert azt a szokás így kívánja,
de annak lényegét megtagadják, és itt van egy fontos gondolat, miért tagadják meg a legtöbben a kegyességnek a megnyilatkozásait? Mert az önmegtagadást kíván. A kegyesség lényege magában foglalja Isten követelményeinek elismerését, az ő királyságának a szívbe való plántálását, és végül mindezeknek gondolkozásunkban és életmódunkban való következetes megvalósítását. A névleges keresztény mindenből semmit sem ismer. Ez egy fontos, és azt gondolom, hogy elég fejbekúrnító gondolat, hogy gyakran azok tagadják meg a kegyességnek az erejét, akik az önmegtagadásban nem szeretnének előrelépni. Akik azt mondják, hogy hát nekem kellenek a keretek meg a körülmények, de annak az árát nem szeretném megfizetni. Márpedig a tisztulási folyamat az mindig fájdalommal is jár. De talán felszabadulhatunk egy teljesebb, egy boldogabb, egy szeretettel betöltött életre. Van még egy negyedik dolog, amit szeretnék kívánni Sátán munkájából. Hogyha az erőszak nem vezet célra, ha nem tud elkeseríteni, és hogyha a kedvesség látszatát tudjuk is elkerülni nagy részt, akkor mindig ott van egy olyan lehetőség, amit látunk Mózesnél is, mózesi küzdelemben, ez az, hogy kompromisszumokra szeret rávenni minket. Igen. Azt mondja, hogy rendben van, kövesd ezt az utat. Rendben, add át magad. Rendben, szenvedj az igazságért. De azért egy pici lazítás belefér. Ezt egy kicsikét lehet másként, és ezt nem kell olyan komolyan venni. Figyeljük meg, a negyedik csapás után mi történik. És ez többször visszatér a küzdelemben a 10 csapás során. Olvasom Mózes második könyvéből a 8. fejezet 24. versét. Tehát Mózes második könyve 8. fejezet 24. versében a következőt olvashatjuk az igében. Aképpen cselekedett az Úr, jöttek ártalmas bogarak a fáraó házára, ez a negyedik csapás. Jöttek ártalmas bogarak a fáraó házára és az ő szolgái házára, és egész Egyiptom földén pusztává lett a föld az ártalmas bogarak miatt. És hívatta a fáraó Mózest és Áront, és mondta, menjetek áldozatokat isteneteknek ezen a földön. Mi itt a kompromisszum? Mit mond? Minek menjetek ti ki? Isten akarjátok tisztelni? Rendben van. Én nem állok ellen. Maradjatok itt, és dicsőítsétek itt a ti isteneteket. Egy kompromisszumra akarta rávenni őket. Én engedek, hagyom, hogy ti gyakoroljátok a kegyességet, hogy Isten dicsőítsétek, ne maradjatok itt ezen a földön. Kompromisszumra akarta rávenni őket. Egyébként az, hogy az ellenség Egyiptomban való áldozásra akarja rávenni a népet, az sokkal mélyebb jelentőségű, mint ami annak elsőre gondolnánk. Egyébként a mai világban is szabad vallásos nézeteket gyakorolni, sőt, a rendszerváltás után ez tulajdonképpen egyfajta előnyt is jelent, nem? Igen. A mai ugye, keresztény Európában, és ugye haladunk is errefelé, az államvallási állapotok felé. De aki valóban komolyan veszi Isten szavát, és valóban engedelmeskedik neki, figyeljétek meg, azt a világban is azért valaki tiszteli, valaki pedig szembefordul vele. Kompromisszumokat kötünk, testvérek, engedünk Sátán hatalmának és Sátán mesterkedéseinek, vagy kitartunk amellett, amelyre Isten vezetni akar minket. Mózes azt mondta a fáraónak, hogy nincs rendjén, hogy mi itt cselekedjünk, hogy mi itt áldozunk az Úrnak. Azt mondja, nincs rendjén, hogy úgy cselekedjünk, hogy mi azt áldozzuk az Úrnak, a mi Istenünknek, ami utálatos az egyiptombeliek előtt. Íme, ha azt áldozzuk az ő szemeik előtt, ami az egyiptombelieknek utálatos, nem kövesznek-e minket. Azt mondja, elmegyünk 3 napi áróföldre, és majd úgy fogunk áldozni. És aztán imádkozik Mózes Istenhez, elveszi a csapásokat, és a fáraó megkeményíti magát. Ez többször is többször megteszi. Szeretnék itt idézni még egyet ebből a McIntosh könyvből, mert nekem nagyon elgondolkodható volt, amit írt. Sátánnak a fáraó javaslatában rejtőző szándéka az volt, hogy megakadályozza az Úr nevéről való bizonyságtételt. E bizonyságtételnek az Isten népére nézve elengedhetetlen feltétele az Egyiptomtól való teljes elszakadás.
Ilyen bizonságtételről tehát még az Úrnak való áldozás útján sem lehetett szó, ha a nép Egyiptomban marad. Mert ez egyértelmű lett volna azzal, hogy Isten népe a körülmetéletlen egyiptomiakkal közös alapon áll, és Jehovát Egyiptom isteneinek színvonalára süllyesztette volna alá. Ilyen esetben joggal állapíthatta volna meg akármelyik egyiptomi, nem látok semmi különbséget köztünk. Nektek is megvan a ti Isten tiszteletetek, és nekünk is a miénk. A kettő ugyanaz. Isten nem akart kompromisszumot. Én a dicsőségemet másnak nem adom. Nem azért, mert önző vagyok, és magamnak akarom ezt, hanem azért, mert tudom, hogy a többi kitaláció hazugság és sátáni csalás. És tudom, hogy mellettem viszont biztonságban vagytok gyermekeim. Nem adom másnak a dicsőségemet, mert azok mind hazugságok. Nálam van az igazság, nálam van a szeretet, nálam van a megtartó erő. És figyeljétek meg, hogy hány és hány óvást találunk az új szövetségben is erre nézve, hogy vigyázzunk, ne kössünk kompromisszumokat, mert sátán mindig erre próbál bennünket rávenni. És milyen következménye voltak annak, amikor emberek kompromisszumokat kötöttek. Gondoljátok csak akár arra, amikor Pál kompromisszumot kötött, hogy megnyerje valahogy a saját népét. Hány és hány kompromisszumról olvasunk, aminek következményei lettek, és szomorú, szomorú következmények. Akkor is, hogyha Isten meg tudta áldani ezeket a következményeket. A második Korintusi levél 6. fejezetéből szeretnék olvasni két verset. Korintus második levél 6. fejezetéből, a 16. verstől így olvassuk az igét, nagyon konkrét felhívás. Ez a vagy-vagy gondolkodás. Mi egyezése Isten templomának? A bálványokkal. Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondta. Lakozom bennük, és közöttük járok, és leszek nekik Istenük, és ők népem lesznek. Annak okáért menjetek ki közülük, szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalan ne illessetek, és én magamhoz fogadlak titeket. És leszek nektek atyátok, és ti lesztek fiaimá és leányaimá, azt mondja a mindenható Úr. De mit kell tennünk? Hogy tud bennünket az Isten valóban gyermekeivé fogadni, ha nem kötünk kompromisszumot? És hány területen próbál bennünket sátán kompromisszumra venni? Hogy mit engedünk be mondjuk a képernyőn keresztül, nem? Kikkel beszélgetünk, vagy kikkel nem? A családunkon belül hogyan lépünk a gyermekeink, a családtagjaink felé? Ez belefér, ne botránkoztassunk meg másokat, nehogy aztán valamint más gondoljanak, mint a mi. Próbálunk mások fejével gondolkodva, és leszállítva sokszor az igazság szintjét. Olyan könnyű kompromisszumokat, hogy az időfelhasználásunkban, a munkavégzésükben, az itt vágyunk az érzelmeink kielégítésében, a pihenésben, a szombattartásban, a gondolatvilágunkban. Sátán jól tudja, hogy ha tud bennünket rávenni kompromisszumokra, akkor győzött. Például azt írja Ellen White, hogy Sátán jól tudja, hogy azokat, akiket rá tud venni az imádság vagy az igekutatás elhanyagolására, azok képtelenek kibírni a támadásait. Szoktunk kompromisszumokat kötni, testvérek? Most még kicsit fáradtabb vagyok. Egy kicsit később kelek ki az ágyból. Majd imádkozom később, majd előveszem az igét máskor. Apró kis kompromisszumok, amiket észre sem veszünk, megteszünk, és egyre gyengébbek és gyengébbek leszünk. Én zárásul csak egy képet szeretnék nektek átadni, mert egy kép sokszor jobban megmarad, mint sok-sok beszéd. Gyerekeknek prédikáltam erről, én is úgy olvastam valahol, nagyon tetszett a kép. A fogpiszkáló is a szög példája. Ha elveszek egy ilyen szép nagy gyufát, vagy fogpiszkáló, legyen mondjuk gyufaszál, akkor el tudom-e törni így egyszerűen három ujjal. Csak ennyi az egész, nem? Vagy ennyi az egész. Nem kell nagy erőt kifejteni. De megfogom ugyanezt a hosszú gyufát, és egy acélszöget veszek, és hozzá kötözöm. El tudom-e törni? Nem. Attól függ, hogy hova van kötve az a fogpiszkáló. Önmagában el lehet törni könnyebben, mint egy kis nátszálat, de hogyha ott van az erős, stabil alap mellett, akkor tönkretehetetlen. Így vagyunk mi is. Sátán bennünket könnyedén el tud ejteni. Nagyon könnyedén. Hogyha egyedül maradunk, és nem Krisztus kezét fogjuk, akkor annyi módszere van, és én csak négyet soroltam most fel. És ezekben is van sok-sok változat és lehetőség. De én most nem elkeserítenek attól a benneteket, testvérek, hanem azt bemutatni, hogy Isten le tudta győzni sátánt. Ha csak nézzük a Mózes életutat, hát milyen szabadításokat adott? Hogy szabadított meg egy csecsemőt? Amikor elkeseríteni akarta sátán Mózest, hogyan erősítette meg önmagában? Az utánzás mellett hogyan mutatta meg önmagát? A tészcsapás és egyéb csodák által hatalmasan.
Folyamatosan. És amikor nem kötöttek kompromisszumot, annak milyen gyümölcse, milyen következményei lettek. Ez nekünk is bátorítás. Ahogy tudott győzni számtalan helyzetben Isten népe, és ahogy győzött értünk Krisztus, bemutatva azt, hogy erősebb a szeretet hatalma gyűlöletnél, hogy mi is győzhetünk. És ez bátorítson minket testvérek. És amikor jönnek a támadások, az erőszak, az elkeserítés, a látszat kereszténység, vagy a kompromisszumkötésnek a kísértése, akkor jusson eszünkbe az, hogy de valaki legyőzte a halált értünk, és mi választhatjuk azt, hogy őrá nézünk, és nem a körülményekre. Én ezt kell nektek teljes szívemből, testvérek. Amen.